Hát idén nem mentünk sokat, most Veszprémben mindenképpen többet akarunk menni, nem szeretnénk összetörni magunkat. Kicsit lehet, hogy óvatosabban fogunk kezdeni, és majd a végre, hogy bemelegszünk, akkor fogunk inkább teljes tempóval menni. Kipróbáltam, a ládám beállította, úgyhogy érzetre nagyon jó, a kiderül a pályán, hogy időt mit mutatnak. Én nagyon szeretem őket, az autó nem annyira, kicsit be kell osztani, mert ezen végig kell érni. Nagyon, nagyon kevés a szerviz is, itt egy égszi vagy bármi kis apró hibával ki lehet esni. Kicsit bemelegítettünk, a tapasztalat az, hogy kicsit jobb kondiba kéne lennem. A második gyors, ami az első és a kettő között nem volt nagy szünet, második gyors felénél kb. Azt éreztem, hogy ki kéne szállni a kocsiból egy kicsit, mert úgy elfáradtam, de végignyomtuk becsülettel. Még szoknom kell, de most már néha kezdem érezni, hogy rallizok már. Jól éreztük magunkat, a vége nem úgy sikerült, hogy gyakartuk, kaptunk egy defektet, amit bent cserétünk ki a gyorson, ismét sikerült valami 17-18 perc alatt kicserélni a kereket, úgyhogy ez nem a legjobb részidő.
de ez egy teljesen elment a versenyünk, de legalább célba értünk, és az autó kartmentes, max a defektek, mert kétszer is cseréltünk a kereket. Fogok autózni évvégén a EB futamon, addig szerintem egyáltalán nem fog.